A Szadai Székely Bertalan Művölődési Ház és Könyvtár adott otthont október 3-án hétfőn este a Szadán voltam kántortanító című portréfilm bemutatójának, melyet a Nagyközség önkormányzatának és művölődési házának felkérésére televízión készített Vásárhely József tanító úrról. Élen állsz és messze lát, sose feledd, példa vagy. Nagy László tanító című verséből idéztem néhány gondolatot, és ezzel szeretném nagy szeretettel és tisztelettel köszönteni Vásárhelyi József tanár urat, akinek ezt az estét szenteljük, és nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy elvállalta, hogy eljön közénk, és elvállalta azt is, hogy több menetben találkozva mesél arról az időszakról, amit itt kántortanítóként Szadán töltött. Ez ugye az 1944-63-as időszak. Ez nem csak az országnak, hanem a településnek is egy nagyon-nagyon bonyolult időszaka volt. Túl vagyunk a háborún, újra tervezés indul az ország, egy nagy társadalmi-gazdasági válsággal, ugye a kommunista eszmény alapján épül, megindul a TSS-ítés, és azt gondolom, hogy itt a jelenlévőknek is nagyon sok személyes története van, de talán az akkori időszak tanítójának, aki azért minden településen, minden közösségnek egy meghatározó személyisége, Vásárhelyi tanár úr ilyen volt. Azt gondolom, hogy az ő történeteivel kiegészül, finomodik ez az időszak, és azok számára is átélhetővé válik, aki akkor talán még meg sem született. Én történelemtanárként nagyon fontosnak tartom azt, hogy személyes sorsokon keresztül is közelítsünk egy adott időszakhoz, mert azt gondolom, hogy attól válik elevenné megélhetővé, talán megérthetővé is. Ezt az estét is szánjuk akkor Szada helytörténetének, megtekintjük a filmet, és utána mód és lehetőség lesz tanár úrtól kérdezni, vagy beszélgetni velünk. Kicsit ilyen osztálytalálkozó jelleggel is vagyunk, több-több osztályból, több-több évfolyamból vannak itt képviselők, és azt gondolom, hogy fogunk tudni, miről beszélgetni. A 20. század elején mélyen vallásos családba született. Az elemi iskolák után inasként dolgozott, majd elvégezte a tanítóképzőt. Hivatását azonban nem gyakorolhatta sokáig, behívót kapott a háborúba. Az oroszországi hadifogságot megjárva tért haza, így sodorta az élet a Pest megyei kisfaluba. Nem csak tanított, nevelt is. Együtt sírt, együtt nevetett a szadaiakkal, akikre most 50 év elteltével is jó szívvel emlékezik. 1947-től 1963-ig volt Szadának egy Vásárhelyi József tanító úrja. 1920. január 1-én születtem Gyulán. Na mostan akkor abban az időben az volt a divat, hogy ha vallást választhatunk, a fiú gyermek az apját, a lány gyermek az anyja vallását követi. Nekem az édesapám református volt, édesanyám katolikus volt. Na már most, ugye megtanított imádkozni a katolikus édesanyám, hazamentem Jászberénybe a szülem, az édesanyámnak a szüleihez nyaralni. Nagyapám, mint katolikus ember, fogta a kezemet és elvitt a misére. Akkor végighallgattam a vasárnap misét. Elmentem a Vásárhely nagyanyámékhoz, az reformátusok voltak, az kézen fogva elvitt engem a református templomba. Természetes volt, hogy minden imádkoztunk. El kellett imádkozni éjszaka vagy este, mielőtt elaludtam volna, a katolikus imádságot, én Istenem, jó Istenem, becsukódik más szemem, nem mondom tovább. Tudom még ma is. Megkérdeztem édesanyámat, édesanyám, most melyik Istenhez imádkoztunk? A katolikus Istenhez, vagy a református Istenhez? Azt mondja, édesfiam, csak egy Isten van, csak két felekezet, de hát 8-10 éves gyerek mit érte a felekezetből, ugye semmit. Nem értettem, hogy mi a felekezet. Szót fogadtam, és vallásos életet, vallásos nevelésben részesültem.
A közel egy órás filmvetítését követően Szada nagyközség polgármestere mondott köszöntőt, aki maga is Vásárhelyi József tanítványa volt. Nem tudom érzelmek nélkül elmondani azt a tiszteletet, szeretetet, a sok nyaklevesért, a sok jó szóért, a sok tanításért, hogy emberek lettünk a ti kezeitek alatt, mert nagyon nehéz körülmények között, az 50-es évek rettentő nehéz körülményei között, az 56-os forradalom körülményei között, tehát egy olyan időszak volt, ami csak nehézségről szólt. És kérem szépen, az, aki 96 évesen itt még mindig Szadával, még mindig a szadai emberek lelkületével és a történéseivel, a múltjával foglalkozik, ez egy akkora érdem, amit én nem tudok szavakba kifejezni. Nem tudom köszönettel megmondani, de hadd mondjam emberi nyelven, ahogy szoktuk, köszönöm, 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 mindannyiunk nevébe köszönöm, a szadaiak nevébe köszönöm, a nemzeti festőnk Székely Bertalan nevébe köszönöm, a kultúra nevébe, hogy nem maradtak feledésbe ezek a évek, nem maradtak feledésbe ezek a munkák, és ezekkel a munkákkal tudjuk ma is Szadát kiemelni, és ilyen emberekkel. Tanár úr, állok a körmös elé, állok a nyakleves elé, embert neveltél belőlünk, belőlem is. Tine, az iskola legrosszabb gyerekéből, belőlem is. És én köszönöm a szadaiak nevébe, köszönöm Szada történése nevébe, élete nevébe, saját nevembe is. Egy kis figyelmességet szeretnék átadni, átadom neked, használd, forgasd, ez is Szadáról szól. Arról, amit eddig dolgoztál. Még egyszer köszönöm neked, és köszönöm mindenkinek. Írtam egy olyan költeményt, hogy élnem kell, ha elvesztettem is a szerelmemet. Élnem kell, ha levágták a két lábamat, mert érszűkület volt benne. Élnem kell, ha még működik az agyam, ha még jár a szám, ha még dobog a szívem. De Szadát elfelejteni nem lehet. Tudom, hogy már ez a fiatalság nem az a régi, 60 évvel ezelőtti fiatalság, akit mi tanítottunk annál. Én mindenkit úgy szerettem, legyen az baptista, legyen az katolikus, legyen az református. És most is úgy szeretek mindegyiket, mert Szadai. És nagyon köszönöm, hogy Szada még 60 év után is emlékezik rám. Köszönöm. A Szadán voltam kántortanító című portréfilmet teljes terjedelmében megtekinthetik ma este itt, a Régió Plus Televízió műsorán.